1929-ben a Németország is Peyer városba hívta össze 5. Károly, a német-római császár a birodalmi gyűlést. 5. Károly császár követelte a luteránusok javára történt kiváltságok megszüntetését. A császár követelései ellen protestált, tehát fellebbezett 6 birodalmi fejedelem és 14 város. Ezzel a protesttel legitimálódott a német fejedelmek ellenállása a császári hatalom autoritása ellen. Hiszem, hogy jelenben itt a téren van közöttünk 6 birodalmi fejedelem és 14 város is. Város biztos, hogy több, és képviseletek hasonlóképpen. Protestánsként a felvidéki magyar nemzetközösség érdekében én is emelem szavamat a Kálvin János reformátor szerinti református fejedelem erényeinek betartására. Mivel a történelem egybeköti a két nemzet múltját, mi számunkra és a jövő generációk részére kérem az atyafiságos szeretet ápolását a szlovák és magyar nemzet fiai részére, és ezáltal az állandó konfrontáció megszüntetését. Hiszem, hogy Isten kegyelméből és akaratából a konfrontáció megszűnhet. Eszterházy János gróf kimondta, hogy a két nemzet egymásra van utalva. Keresztény emberként imáimba foglalom a Szlovák Köztársaság államférfiait és vezetőit. Arra kérem a mindenható Istent, hogy kegyelméből és szeretete által áldja meg a vezetőket és az általuk vezetetteket, kérem, hogy ajándékozza meg őket tiszta szívvel, halló fülekkel és látó szemekkel. Áldás, békesség, Istennek dicsőség! Tisztelt szervezők, hölgyeim és uraim, ünneplő közösség! Én ezt a mai összejövetelt nem protestgyűlésként élem meg, hanem ünnepként. Azért élem meg ünnepként, mert ennyien jöttünk össze, hogy emelt fővel, nyitott tekintettel, bizakodás sugározva, kezet nyújtva mások irányában valljuk nemzeti hovatartozásunkat. Az én számomra ez a történet nem 89-re emlékeztet elsősorban, hanem az elmúlt 1100 évre. Tisztelt ünneplő közösség! Előjáróba szeretném elmondani, hogy nem azért jöttem, hogy szerbiai politikusként, szerbiai magyar politikusként, ahogy nálunk mondani szokás, észt osszak, és beleavatkozzak a szlovákiai belpolitikába. Nem is azért jöttem, hogy a felvidéki magyar politikába avatkozzak bele, hanem azért jöttem ide, hogy a saját ügyemmel kapcsolatban próbáljak mondatot megfogalmazni. Mert nehogy valaki azt higgye, hogy a nemzeti hovatartozás ügye, a nemzet fölemelkedésének az ügye, az mindenkinek a külön-külön ügye. Az egységes nemzetnek egységes fölemelkedési akarata van, és csak akkor tudunk fölemelkedni, ha mindenki előre tud lépni. Ezért a felvidéki magyarságnak a sorsa, a felvidéki magyarságnak az előrehaladása a mi ügyünk is.
Tisztelt ünneplő közösség! Azért is jöttem, hogy részben viszonozzam azt az odafigyelést, azt az empátiát, azt az aggódást, azt a bizakodást, azt a segítőkészséget, azt a kitapintható segítséget, amit a vajdasági magyar közösség, amit a vajdasági magyar szövetség az elmúlt évtizedekben tapasztalt felvidéki testvéreinktől, és az utóbbi időben a magyar koalíció pártjától. Szeretnék ezért köszönetet mondani, és szeretném elmondani, hogy amikor és amiben segíteni tudok, amikor és amiben a Vajdasági Magyar Szövetség segíteni tud, számíthatnak ránk. Elnök úr, szeretném elmondani, itt mindenki előtt, világosan, nyíltan. A mi számunkra a magyar koalíció pártja testvérpárt, és itt az egyedüli partner. Szeretném a kételyeket eloszlatni. Ez nem az emberi szimpátia kérdése, hanem ez érdek kérdése, érdekérvényesítés kérdése, és közelség és távolság kérdése. Az én élettapasztalatom arról szól, hölgyeim és uraim. A határon túli magyar politikák évtizedes tapasztalata arról szól, hogy a határon túli magyar közösség érdekeit csak magyar szervezet tudja magyar nyelven megfogalmazni. És szeretném elmondani, azt is világossá téve, hogy ez nem a konfrontációról szól, ez nem arról szól, hogy én megkívánom osztani a magyarokat jókra és rosszakra, hanem ez arról szól, hogy az érdekeinket önkörben, önmagunk hosszú távú érdekeit figyelembe véve tudjuk csak megfogalmazni. Ha én, mint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, egyszer úgy fogalmaznám meg a vajdasági magyar közösség érdekeit, hogy arról vezetnék számot, hogy az tetszen a többségieknek. Abban a pillanatban én nekem onnan el kell mennem. És ebből a pozícióból, ebből az alapállásból kívánunk mi kezet nyújtva partnerkapcsolatot építeni. Ez tartott meg bennünket 1100 éven át. Tisztelt ünneplő közösség! Ahogy a fölkonferálásban hallották, én március 15-től kettős állampolgárságú személy vagyok. És emellett a vajdasági kormány kormányfőhelyettese, emellett vajdasági gazdasági miniszter, és senkinek Szerbiában nem jut eszébe, hogy elvegye tőlem a szerb állampolgárságot, és hogy fölkérjen arra, hogy vonuljak vissza azokból a pozíciókból, amiket az előbb felsoroltam, vagy esetleg, hogy megpróbáljon engem onnan kitolni.
Ez azért van, mert agyrém, ha valaki azt gondolja, hogy valaki a saját érdekei ellen, a saját nemzete érdekei ellen, a saját gyerekei érdekei ellen, a saját unokái érdekei ellen fog tenni, attól a pillanattól kezdve, hogy kettős állampolgárságúvá válik. Mert hogy ez nem így működik. Attól még, hogy mi megvalljuk a hovatartozásunkat, attól, hogy élünk a közjogi értelembe vett visszaigazolásával ennek a vállalásnak, azt gondolom, hogy ugyanolyan lojális, elkötelezett hívei vagyunk a saját érdekünknek, a saját utcánknak, a saját szomszédunknak, a saját falunknak és a saját országunknak. Aki másképp gondolja, úgy gondolom, hogy egy picikét önmagába kellene, hogy nézzen. Tisztelt ünneplő közösség! A Vajdaságban ez idáig, tehát január 1-től idáig több mint 20 ezren igényelték a magyar állampolgárságot. Teszik ezt az emberek ünneplőbe öltözve, emelt fővel, nagyon gyakran, könnyekkel a szemükben. Teszik ezt nem azzal az ambícióval, hogy elhagyják a szülőföldjüket. Teszik ezt nem azzal az ambícióval, hogy a többségiekkel, a szomszédaikkal szembeforduljanak, hanem azért, mert lehetőség van arra, amire az egész Kelet-Közép-Európában mindenkinek lehetősége van. Hogy kettős identitású legyen az, akit a történelem egy másik országba sodort. Ezt kívánjuk mi magunknak, nem többet és nem kevesebbet, és meggyőződéssel állítom, hogy nekünk igazunk van. És a történelem arra tanít bennünket, ha igazunk van, és bízunk önmagunkban, akkor az igazunk megvalósul. Isten éltesse a nemzetet, Isten éltesse a felvidéki magyar közösséget! Én nem zenész vagyok, és nem ráadást szeretnék adni, de úgy is megélhetik. Másfél évvel ezelőtt a nemzeti tanácsokról szóló törvény alapján nekünk lehetőség nyílt arra, hogy a vajdasági magyar közösség szavazati joggal rendelkező tagjait fölírassuk a választói névjegyzékre. Körülbelül két hónap alatt 108 ezer ember iratkozott föl a 300 ezeres magyar közösségből. Olyan csapattal csináltuk végig, amely lélekszámát tekintve, mivel látom innen, hogy hányan vagyunk, harmada volt annak, mint a hányan most itt vagyunk. Ez az ügy, amiről beszélünk. Nem a szervezők ügye csak, nem a Berényi Jóska ügye csak, nem az én ügyem csak, hanem mindenkinek az ügye. Ha mindenki elindul és elintézi az ügynek a ráeső részét, akkor biztos, hogy célba érünk. Köszönöm szépen! Tisztelt jelenlévők, kedves barátaim! Először is engedjék meg, hogy megköszönjem önöknek ezt a türelmet, hogy itt több órán keresztül